Most, hogy az ünnep kezdtem felépülni, azon gondolkoztam, hogy mit kaptam ezen a karácsonyon. Milyen lelki üzenettel maradtam, és sok minden eszembe jutott, sokat kaptam most Istennek hála, és az egyik, ami nagyon megfogott, tegnap este hallottam, hogy Istennek növekednie kell, és én pedig alá kell szálljam. És én szeretném ezt megtanulni, hogy tudjak alázatosan szolgálni neki, és kívánom azt mindenkinek, hogy ne menjünk ki úgy haza, hogy nem kaptunk semmit, hanem tudjunk elgondolkozni azon, hogy mit akar nekünk Isten üzenni, és tudjunk odafigyelni őre. És erről szól a versen is. Mondd el, mielőtt eloltod a gyertyát, és elbújjuk a karácsonyi láz, tégy számadást újra magadnak, épült-e benned a lelki ház? Mondd el, ha nem is kérdik, hogy találkozásod volt vele, és ebben az áldott karácsonyban számadra is volt üzenete. Mondd el, hogy gazdagabb lettél, és benned hitet szárnyakat kapott, és cserébe a rossz szívedért önmagából egy részt adott. Mielőtt eloltod a gyertyát, és becsukott csetben Bibliát, köszönöm meg mindnyájunk nevében az első karácsony éjszakát. Készültünk egy pár énekkel, fogadják szeretni. Yeah.
Nagyon sok olyat nem lehet mondani ezen az ünnepen, és nem is szándékunk semmi olyat mondani. Igazából egy történet van bennem. Nem történt, mert megtörtént. Dale Moody-nak egy könyvét olvastam nemrég, lehet sokan hallottak róla, hogy az egyik legnagyobb igehirdető volt, és ő fiatal korában Angliában született, fiatal korában költözött ki az Egyesült Államokba, és ott ért meg és alapított gyülekezetet. Egy elég nagy gyülekezete volt, nem tudom pontosan, de több mint 1000 tagú, és nagyon jól tudom, hogy egyszer, mikor hazament Angliába az édesanyjához, találkozott egy fiatalemberrel, aki azt mondta, hogy mikor majd fog menni az Egyesült Államba, szeretne prédikálni egyszer a gyülekezetében. És hát Moody azt mondta, hogy jó, lehet, persze nem akart elutasítani, és eljött az idő, egy-két év múlva az a fiatalember elment az Egyesült Államokba, és felkereste Moodyt, hogy na, itt vagyok, szeretnék szólni a gyülekezetednek. És hát Moody valahogy úgy volt vele, hogy nem tud, hogy ez a fiatalember semmi újat mondani, nem tud olyan dolgot mondani, amit már nem hallottak volna, mint tolta, halasztottam. És terveztek egy evangelizációt, egy egyhetes evangelizációt, mire pont úgy történt, hogy Moody nem tudott ott lenni. És azt mondta, hogy na jó, legyen. És a fiatalembert kérték meg, hogy szolgáljon. És a hét minden napján ugyanabból az igéből készült egy nagyon népszerű igevers, amit mindenki ismer, a János 3.16. Egy héten keresztül beszélt a János 3.16-ról, senki nem mondta meg, és minden este voltak megtérve. És ez egy kicsit érdekes. Miről szól a János 3.16? Mert ő szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Nem azért értek meg az emberek minden este ugyanarra az igeversre, mert nem jelent semmit. Ez egy örökérvényű és egy nagyon sokat mondó üzenet. És valahogy ezt fogalmazódott meg bennem, hogy mit ér az Isten szeretete, ha nem érvényesült az én életemben, hogyha én nem fogadtam el. Ez olyan, mint hogyha másnak lenne egy szekér pénz, de nekem nincs, akkor én mit érek ahhoz, hogy neki van? Mit ér ahhoz az ember, hogy másnak örök élete van, ha neki nincsen? És ezzel szeretnék elgondolkozni, és ezzel gondolkoztam, és gondolkoznak el a testvérek, akinek örök élete van, legyen hálás, és aki tudja, hogy a mennyországban, hogy legyen nagyon hálás. Aki nem, annak pedig most még van lehetősége rá. Ennyit akartam elmenni. Yeah.
megtartsam magam, segítsél a testvéremnek, jó testvére legyek, szeretetet, türelmetek és összeresek. Segítsél a szüleimnek, jó gyermeke legyek, megérhessem a világos az embereket. Karácsonyok és Jézusok téged ünnepelők, hív béke, szeretet, legyen mindig velük. Whoa!